Hallottad, hogy kifizettek 5 millió dollárt a honvédség szervezét feltörő hackereknek? Én se hallottam. Tele vagyunk nemzetbiztonsági kockázattal, de szerinted ki a nagyobb, Magyar Péter vagy egy matek tanár? Jól gondold meg, mit kívánsz ezentúl Orbán Viktornak, de semmiképp ne írd le. Félek, hogy már gondolni is érdemes, akkor jönni fog a gondolatrendőrség. Egyelőre kommenttörvény jön. Munkácson magyarokat lőnek az oroszok. Szijjártó mit mond erre? Fokozni kell a béketörekvéseket. Ennyi. Csak onnan tudhatjuk, hogy választások lesznek Magyarországon, Orbán kussoltat mindenkit, pénzt ad a vejének, és még a választási törvényhez is hozzányúltak. Ez itt a Hétségeim, a hét legfontosabb témái és a kétségeim. Szevasz, örülök, hogy újra itt vagy, ez a Hétségeim, amit már remélem már megszoktál, a heti hírek a kétségeimmel egybefűzve. Bár nem mindig van kétsége, mert az teljesen világos szerintem mindenki számára, hogy a magyar honvédség így tárt karokkal várja az orosz kémeket, vagy bárkit. Azt már régóta tudjuk, hogy Szijjártó Pétert egy pillanatig nem zavarja, hogyha az oroszok kibe járkálnak a külügyminisztérium gépein, több ezer gépet szabadon használhatnak, gyakorlatilag ők is információforrásként. Az viszont újdonság, hogy a Védelmi Beszerzési Ügynökség gyakorlatilag szabad bejárást enged bárkinek. Jó, nem bárkinek, hanem akárkinek, aki feltöri. Biztos hallottad, feltörték a szerverüket, 5 millió dollárt követeltek ellentételezésként, de azért kiraktak egy pár anyagot. Ez nagyon-nagyon hasznos dolog, lehet, hogy csak egyszerűen jogkövető állampolgárok, akik az érdekérvényesítést tartják a legfontosabb feladatuknak, mert tőlük tudhatjuk meg, hogy 600 000 forint egy harcászati mellény. Védőpajzs nélkül, az nem is kell bele annyira, vagy ha kell, akkor gondolom még egyszer annyiért bele lehet tenni. Jól kereshetnek a varrónők, azt tuti. Ezt már csak azért is gondolom, mert az esővédő nadrág 116 000 forintért számláztatott ki. Lehet, hogy ez számodra túlárazottnak tűnik, de szerintem nem annyira az, hogyha figyelembe veszük azt a tényt, hogy 63 millió forintért hirdetett ez a cég Balási alá Rogán cégénél, tudod, ez a kommunikációs ügynökség, aki mindent visz, szóval náluk hirdettek 63 millió forint értékben az elmúlt időszakban. Abban az időszakban, amíg ugyanennyit költöttek szoftverfejlesztésre, melyik érte volna meg jobban? A. Sikerült-e nekik eljutatni az üzenetet feléd 63 millió forintért, hogy? És akkor most itt nyelnék egy nagyot, mert mit is akarnak ők eljutatni felénk, mit akarnak ők kommunikálni 63 millióból? Arról fogalmunk nincs. Azt viszont azért sejthetjük, hogyha föl tudják törni így a szerveréket, akkor érdemes lett volna ezt a pénzt szintén szoftverfejlesztésre, mondjuk egy rendszergazdának odaadni, hogy állítson fel egy úgynevezett tűzfalat, hogy ne mehessenek át. Az nagyon hasznos egy ilyen helyzetben. Szerencsére azóta megtudtuk, hogy semmi gond nincs, eltűnt a hacker csoport oldaláról az összes adat, ami két dolgot jelenthet. A. Megunták, feladták, azt mondták, töröljük. B. Úgy fizettek nekik, mint a shit. 5 millió dollár, mi az nekünk, semmit nem számít, kifizettük. Azt megállapították már hozzáértők, hogy valószínűleg nem állam törte föl ezt, hanem csak egyszerű pénzszerzési akció volt. Ám ha figyelembe veszük, hogy Észak-Korea pont ilyen módszerekkel tölti föl a saját budzséjét, külön sor van a költségvetésükben az innen származó bevételekre, szóval ha ezt figyelembe veszük, akkor én el tudom képzelni azt a turpiságot, hogy az észak-koreai hackerek azok pénzt követelnek, csak azért, hogy leplezzék, hogy közben a NATO-ra vonatkozó rengeteg információhoz jutnak a beszerzésekre vonatkozóan. Hát, felteszem neked a kérdést, te mire tippelsz? Igazából mindegy is, hogy mire tippelsz, nem is értem, miért van szükség ilyen ügynökségre, hogyha egyszer eljön a béke. Semmi más nem hallunk Orbán szájából a héten, mint béke, 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 béke. Azt nem tudjuk, hogy mikor jön el, mert közben meg mások szájából olyanokat hallunk, hogy Ukrajna a héten először használta az amerikai hosszú távú rakétákat bevetésre. Ezt halljuk, viszont erre választ is hallottunk Lavrov részéről, aki a Putyin szájcsöve, Putyin aláírását közvetítette, miszerint nukleáris háborúra készül ezért Oroszország. Szuper jó hír, pont a béke irányába tartunk, hogy Orbán ezt jövendölte. Nekem annyira nem tetszik ez a típusú béke. De úgy tűnik, hogy nem csak nekem nem tetszik, mert a héten a NATO főtitkártól kezdve az ész külügyminiszteren keresztül a cseh titkosszolgálatig mindenki megszólalt, hogy külön probléma, kockázat, nemzetbiztonsági veszély, nem tudom mi a megfelelő szó, amit még egy fideszes is megérthet, Putyin politikája. Az, hogy orosz agresszió tapasztalható minden fronton. Nem csak az ukrán fronton, hanem Európán belül is. Csehországban például az történt még szeptember elején, hogy több száz iskolában és oktatási intézményben volt egyszerre bombariadó, amit ők bizony oroszoknak tulajdonítanak. Mármint a hamis riasztást, mert hogy bombát sehol nem találtak. Még.
Nyilvánvaló, hogy Putyin politikája az, hogy destabilizálja Európát. Ebben segít neki Orbán politikai szövegekkel, miközben a hekkerei feltörnek különböző szervereket, pénzt követelnek, vagy éppen hamis bombariadókkal riogatják az itt élőket. Na és ezért mondom, hogy ezeknek a csávóknak az érdeke a háború, a háborús hangulatkeltés, és bizony ezért gondolom, hogy Trump nem a békét fogja elhozni, hanem ezekkel fog kooperálni valamilyen formában. Orbán is erre számít. Nem én mondtam. De ne gondold, hogy olyan messze van a háború, mint ahogy Orbán ezt szeretné a béke zászlajával, mert hogy valójában az történt a héten, hogy már Magyarország határától 10 kilométerre is rakétatámadások érték Ukrajnát. Munkácsot. Mit mond erre egy rendes külügyminiszter, aki kiáll a magyarok érdekeért, mert hogy Munkácson minden tizedik ember magyar. Ezt csak úgy halkan jegyzem meg. Szijjártó erre mit mond? Fokozni kell a béketörekvéseket. Kinek mondja? Újságírónak, újságírói kérdése. Nem ám berendeli az orosz nagykövetet egy kis raportra, hogy ugyan már hogy lehet az, hogy magyar lakta településeket bombáztok, miközben mit nyaljuk a s***teket tényleg fényesre. Nem, ő elmondja az újságírónak, és egyébként ez nyilván a szlávok háborúja valahol ott messze. Kit érdekel ez, mi kimaradtunk belőle? Hát te lehet, hogy kimaradtál, kedves Szijjártó, csak magyar honfitársaink Kárpátalján kevésbé gondolják ezt, azt hiszem. Na de, van nekünk egy Orbán Viktorunk, a főnökök főnöke, aki gondoljuk, hogy foglalkozik a valós ügyekkel, a valós problémákkal, hogyha gyorsan fölmentem az oldalára, hogy vajon mit posztol akkor, amikor Munkácsot bombázzák. Nem fogod kitalálni. Tánc óra a buszon. Tánc óra buszon. Nem egy posztban, háromban. Háromszor is meg kell emlékezni, hogy tánc óra volt a buszon. Munkácson meg rakéták repkednek. Nye. De van még más is. Van ám nemzeti konzultációs országjárás. Országot jár a Fidesz. Titokban. Szerintem Orbán Mátyás királynak képzeli magát. Beöltözik áruhába, és hip-hop megjelenik váratlanul pátyon, mind a 20 híve előtt. Csícs, hogy országjárás. Hát nem tudom, hogy minden országjárás, hogyha valaki elutazik a saját szülővárosából egy másik városba, mert akkor rengeteget járok országot. Azt hiszem Orbán másra gondol, szerintem ő azért indult el, hogy spanolja a sajátjait, mert nagyon nagy gáz van. Jön a Tisza, az Árad, a Fidesz meg Apad, kéne egy kis span. Jó pár spannak elmondta ezért, hogy már pedig én itt vagyok áruhában. Csak meg ne tudja senki más, mert a végén még idejönnének táblákkal és tüntetnének ellenem, azt meg nem szeretem. Ezért is jó, ha van az embernek rögtön a kezében egy törvényhozás, és hozhat törvényt azzal szemben, hogy véletlenül sem mondjanak csúnyát rá. Úgy hívják, hogy kommenttörvény. Tudod, miért hívják így? Mert mostantól büntetendő lesz az, hogyha te leírod azt, hogy Orbán dögöljön meg. Úgyhogy ne írd le, kérlek, semmiképp, gondolhatsz rá, de ne írd le. Félek, hogy ezután a gondolatrendőrség következik, de tőlem arra gondolsz, amire akarsz, sőt, tőlem egyébként azt is írnál, amit akarsz, de most mégiscsak maradjunk abba, hogy gondolj arra, és írd le azt, hogy arra gondoltam, én érteni fogom. Jó? Köszi. Egy méltantalul alulértékelt hír volt a héten szintén, ami ehhez azért szerintem eléggé kapcsolódik, de pláne Magyar Péterhez, aki meglepődött, hogy lehallgatják titkos szolgálati eszközökkel jönnek szembe. Hát, hadd üzenjen meg innen Magyar Péternek, de neked is, hogy Magyarországon bárkit lehallgathatnak, bármilyen titkos szolgálati eszközt fel tudnak használni ellene. Mert itt van Kocka István, matematika tanár úr esete, nem több, mint egy átlagos matek tanár, aki részt vett a pedagógus tüntetéseken, és aláírt még petíciókat is. És mi történt vele? Amikor a pápa látogatásra jelentkezett rendezőnek, segítőnek, akkor elutasították arra hivatkozva, hogy ő nemzetbiztonsági kockázat. Na most István, és minden tiszteletünket fejezzük ki felé, ilyen a jó állampolgári magatartás, utána ment a dolognak, és megkérdezte, ugye már az, hogy lehet, hogy ő nemzetbiztonsági kockázat. TASZ segítséggel pert indított, és kiderült, hogy bárki lehet az. Ugyanis a Nemzeti Információs Központban van egy adatbázis, amire az a címe valószínűleg, hogy nemzetbiztonsági kockázatok felsorolása, ABC sorrendben. Ha oda bekerül valaki, az bizony nemzetbiztonsági kockázat, és innentől lehallgatható, követhető, nyomozható, bármi lehet. És tudod, mi alapján kerülhet ide bárki? Hát fogadok, hogy nem tudom, hogy senki nem tudja. Még a TASZ-nak sem sikerült kideríteni. Na és ez a durva, hogy bárki bekerülhet. Magyar Péter egyetlen ok miatt ne lepődjön meg azon, hogy őt megfigyelik és lehallgatják, hogy ezt a törvényt bizony Varga Judit írta alá igazságügyminiszterként, amikor még Magyar Péter felesége volt. Szóval az látszik a hírekből, hogy ez a hét Orbán Viktornak már a választásokról szólt. Országeljárás...
egy kis kussoltatás, kommenttörvény, de nem csak ezekkel készül Orbán, pénzre is szükség van, és már pedig, hogy elhatározza, hogy a vejének pénzt juttat, aki majd nyilván a kampányban ezt visszafolyatja, akkor azt keresztül kell vinni. Ezért képzeled, az történt, hogy Vadai Ágnes megkérdezte Polt Pétert, hogy ugyan hogy lehet az, hogy Tiborz ügyében nem nyomoznak, miszerint mégiscsak az történik, hogy a te pénzedből, adófizetők pénzéből 8 milliárd közeli összeget kapott azért, hogy felépítsen egy logisztikai központot, amit majd, ha felépült, a posta megveszi szintén a te pénzeden Tiborztól, amit a te pénzedből épített, érted, ugye? Szóval erről kérdezte Polt Pétert Vadai Ágnes, Polt Péter hivatalból feljelentést tett, majd a saját ügyészsége elutasította a feljelentést. És nem fogod elhinni, hogy miért, ez alapján te is elutasítatnád. Nem talált az ügyészség több információt a nagy, hatalmas, óriási interneten arra vonatkozóan, hogy ez bűncselekmény lenne. Nem ám nyomoztak, rákerestek a cikkre, elolvasták, és hát ebben nincsenek tényszerű adatok, nincs egy dokumentum csatolva, hát nincs ott egy szerződés, nincs ott semmi az egészről, csak egyszerűen tudjuk, hogy Tiborz az állampénzén felépít valamit, aztán az állam megvásárol tőle. Szóval, hogy ezt mégis hogy gondolhatod, hogy ebből van bármi probléma, hiszen az állam maga Orbán Viktor, a veje az a kis állam, gondolom. Vagy valami hasonló, de egyébként elképzelhetett egy normális demokráciában, egy normális ügyésszel, egy normális ügyészséggel, rendőrséggel, bírósággal, hogy egy ilyen csávó és az egész köre az ne üljön már réges-rég börtönben. De Polt Péterékkel olvasták az újságot, és abban nem volt ilyen. Úgyhogy megy minden tovább, készülünk a választásokra, lesz pénz rá nekik. Na most figyeljátok, akkor tényleg foglaljuk már össze, van akkor a pénz a Tiborznak, hogy legyen miből kampányolni, van, kussoljon az ellenzék úgy, ahogy van, ha matek tanár, akkor is néma csönd legyen, mert nemzetbiztonsági kockázat mindenki. És akkor még, ha ez nem lenne elég, akkor egy kicsit azért bingizünk már a választási törvényen is, mert mi az, hogy a végén még el tudnak indulni azonos feltételekkel bárkik bárhol. Mivel a Fidesz pontosan tudja, hogy Budapesten nagyobb az esélye, hogy ellenzékre szavaznak, mint máshol, ezért teljesen aránytalanul megváltoztatta a szabályokat. Egész pontosan a körzeteket. Vízfejű lett az ország, vízfejű, mint eddig valaha. Budapesten óriási körzetek alakultak ki, míg vidéken picikék, ez annyit jelent, hogy a picike körzetből pont úgy egy mandátum születik, mint a nagyból szintén egy. Ellenzékiek, hús kaptok egyet, itt egy nagyot, mi meg sok kicsi aprót, sok kicsi okos képviselővel leszünk, vagy 133-an, hiszi ezt Orbán. Mert nekünk azon kell dolgozni, hogy ez ne így legyen. Te is tedd ezt, én is ezt teszem. Mert ha nem Orbán lesz, akkor felszólunk, hogyha magyarokat lőnek Munkácson, akkor esetleg a Rosszatom az nem Bianco csekket kap Orbántól a Paks 2 felépítésére, erről nem is beszéltem, olvas utána, ilyen szuper. Tiborzhoz nem folynak ki milliárdok, és még valaki szabadon el is mondhatja a véleményét, még akkor is, hogyha már a pedagógus demonstráción részt vett. Nem kell, hogy mindenki nemzetbiztonsági kockázat legyen, egy valaki van, aki rendkívül veszélyes erre a nemzetre, azt úgy hívják, hogy Orbán Viktor, és a slepje. Na most, hogyha azt akarjuk, hogy ő megdőljön, ahhoz bizony erőforrásokra van szükségünk. És erőforrásokra nem csak a választáshoz van szükség, hanem az ilyen videó készítéséhez is. Ezért imádom és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ennyi visszajelzést adtok, szuper jó, és kérlek, hogy most is lájkolj, oszd meg, vagy stb., amihez kedved, de ami igazán melengeti a szívem, plusz, az a szuper köszönet. Oda beírsz egy összeget, valamennyit, amennyi éppen nem fáj neked, rányomsz, hogy itt, és az az enyém lesz. Ebből tudok vágót fizetni, tudok kamerát venni, tudok hangosítást intézni, és még az időm sem feltétlenül lesz ingyen, úgyhogy annyira hálás vagyok érte, hogy ihaj, ha már nem vettél ilyen pólót, mert az is ide jön be, az is támogatás, azért is hálás vagyok. Úgyhogy most búcsúzom ezzel, remélem, hogy itt leszel legközelebb is, mert hogy én itt leszek, azt tuti. Várlak szeretettel.